Na, sziasztok srácok, jó estét mindenkinek! Itt újra megy YouChannel beszél, és hát gyermekeim, elérkeztünk a következő szellemes videók nézéséhez. Ez már a talán a 18. része, azt hiszem. És hát gyermekeim, elérkeztünk egy olyan videó nézéshez, amiben ugye meg fogunk nézni hetet, tehát 7 szellemes videót fogunk megnézni, amitől az ember teste kihűlne. Hát bizony, hát igen, ezek olyanok, mint például ugye az előző videóban, ugye ott 5-öt néztünk meg, viszont 31 percben, ez viszont már hetet mutat, tehát az azt jelenti, hogy ez már 2-vel több az előzőhöz képest, de meglátjuk, hogy lesz benne hosszú, meglátjuk, hogy ugye lesz-e benne érdekesség, ijesztő dolog. Most ugyanúgy meg fogjuk nézni, de úgyhogy nem fogom majd, tehát hogy nem lesz úgy, hogy így most kielemezgetjük, meg mit tudom én mi, hanem igazából csak megnézzük, és utána megállítjuk, hogy mi az, ami igazából egészen félelmetes. Vagy hát csak akkor fogom megállítani, hogyha találunk valami kis érdekeset. Úgyhogy szerintem én azt mondom, hogy akkor vágjunk bele, és abszolút jó lesz. Úgyhogy nagyon-nagyon élvezetes lesz. Nos hát, én akkor szerintem nem is húzom tovább a szót, hanem ha készen álltok, akkor lássunk hozzá, és akkor nézzük meg ezt a 7 szellemes videót. Na és már itt is van a videó. Hát mint ahogy ezt látható, hogy egészen tökéletes, egészen jó videó. Nem néztem meg, hogy ezúttal, hogy ugye mikről is fog szólni, hanem meg fogjuk tekinteni mi saját magunk. Ezt ugye letöltöttem, viszont majd a linket azt be fogom rakni a leírásba. Hogyha ti szeretnétek megnézni ezt a videót. Na, úgyhogy szerintem ne is húzzuk tovább a szót, hanem indítsuk el ezt a videót. 7. The Disperance... This video, which is titled Poltergeist Activity Called Over 14 years ago to YouTube by a user named Freeze Dave Ram. The user claims that Freeze he regularly Dave hears Dave creepy Ram. Noises around his home, but never really thought anything of it until one night, while playing his keyboard in his room, he's interrupted by Tehát a hálószobában történt valami. Hoppá! Hangot hallott. Most fölrakja ezt a zongorát. Ki? Az ott micsoda? Aha. Tehát különös hangot hallott. Hoppá! Ez most a zongora a szobában. Tehát ahonnan kijött. Halló? Hoppá. Ez magyar? Te bazd meg, ez magyar?
Bekapcsolt a tévé. Meg ez magyar? Mi a fasz? Bazd meg, azért hallatszik, hogy fosik. Azt... Did you see it? Standing in a dark corner of the room. Mysterious dark figure can be seen, but he doesn't notice it. Frightening activity occurs in Freeze Dave Ram's house, and right before the video ends, we hear him let out a bone-chilling yell. Now, what makes this video such a mystery is that this is the only video Freeze Dave Ram has ever uploaded. There have been no updates since this recording. And YouTube viewers are concerned. Some suggest whatever or whoever this dark figure is seeing in the room is likely the reason for all the activity in Freeze Dave Ram's home and... Hallottátok? Ez magyar volt. Ez magyar, baszki. Tehát ez a Freeze Dave Ram, ez egy magyar, ez egy magyar youtuber. Ez egy magyar YouTube felhasználó. Tehát van ez a srác, tehát várja, van ez a srác, aki várja, van ez a srác, aki konkrétan magyar, és ő fővette egy ilyen, fővette azt, hogy a saját házában, tehát mikor ő elkezdett játszani a zongorán, ezen a zongorán, igen, a zongorán elkezdett játszani, különös hangot hallott az előszoba felől, vagy a nappali felől, aztán kiment, megnézte, hogy mi történt, akkor nem vettük figyelembe a fekete alakot, tehát ezt a fekete valamit ott a sarokban, és csak akkor vettük észre, mikor a párna az lent volt. Tehát a párna az lent volt, utána bement, visszament, az megfordult, észrevette, hogy a szobájában le van kapcsolva a lámpa, megszólalt a zongorája, és utána visszament, megfordult, meghallotta a tévét, hogy valami bekapcsolja a tévét, mikor körülnézett, sehol semmi volt, de egyébként hallani lehetett a lihegését, hogy azért ez nem megjátszott. Tehát szerintem ez nem megjátszott, ez valódi. Ez valódi ez a felvétel, mert ha liheg, akkor szerintem a lihegéséből lehet tudni, hogy ő szerintem fél. Tehát megijedt. Tehát szerintem ez nem kamu. Possibly the cause of his disappearance. What do you think is going on here? Could this dark figure be the cause of his disappearance? Tehát a szülei nem voltak otthon ennek a magyar filmnek. If you're a fan of scary videos, make sure you subscribe and hit the bell icon so you don't miss any future uploads. Jó, lépjünk ki tovább. Molly Stark. This next creepy clip has been shared before, but it's one that's so good, I want you all to see it. The video comes from one of my favorite urban explorers, when he visits the old abandoned Molly Stark Sanatorium. Molly Stark Sanatorium! The building housed many patients Molly Stark with Sanatorium. Aha. And as a result, has been reputed to be a hotspot for ghosts. The building became abandoned in 1955. Initially investigating the ground floor, Chris quickly makes his way up to the second floor when he realizes that, terrifyingly, he may not be on his own. Tehát azt mondja, hogy egy srác ezt a Molly Stark nevezetű szanatóriumot, Molly Stark szanatóriumot járt a körbe, amikor
a felvételen egy olyan dolgot, egy olyan dolog, a felvételben egy olyan dolog történt, amire szerintem a felvétel készítője sem számított. Na nézzük csak. Lépéseket lehet hallani. Tehát ő lépéseket hall. Hol valahonnan. The sound of footsteps can be heard walking on the floor above Chris. He powers on through, and after passing through the children's wards, de snappal vetted föl, öcsém. Hát ez... series of dark tunnels. És mikor ide lejön, az alaksorba, akkor megint hallja a lépéseket. Oké, tehát közel van. Tehát közel van a lépés. Közel van a lépés. Can be heard coming from somewhere in the dark tunnels. Chris hears them. Tension rises as Chris presses on through the creepy dark tunnels. Tehát megint hall a flashlight catches lépéseket hall. Which to this day has left viewers spooked. Igen. És megint hallja a lépéseket? Basz, mi a fasz? Az mi volt ott? Hülye vagy és mész befele. Hát ennyire nem vagy százas, bassz meg. Ember és mész befele mélyebbre. Aha, már hallok, hogy hallom a srácot, hogy fosik. Hogy fosik, de még mindig megy befele. Azt a bazd meg, és még megy befele. Azt a kurva, ez a vége! Mi a fasz? Úristen, szóval akkor mindvégig egy hordó volt a végén. Ez nagyon érdekes. Na most álljunk meg egy pillanatra. A srác konkrétan bement, tehát végigment ezen a szűk folyosón, de azt nem értem, hogy ha látott valamit, volt egy fehér paca ottan közvetlen előtte, akkor hogy lehet az, hogy a végén a fehér paca helyett egy hordó van, egy ilyen fehér hordó van ott. Ez really bazd meg. Na nézzük tovább. Eddig ez nagyon... nagyon kamus. Eddig már most nagyon kamus a téma. Tehát ott... állítsuk meg. Tehát ott van, látjátok? Itt van ez a fehér paca, ami konkrétan ott van előtte. Tehát olyan, mintha valaki menne ott közvetlen. Hát, egészen érdekes. De olyan, mintha így ki lenne pufisodva.
into thin air. Creeped out, Chris follows it, but he soon reaches a dead end. De nézd meg, itt a végén, meg már egy fehér hordó van ott. Where did it go? This ghostly figure that Chris captured down in the olyan, mint hogyha valaki lépegetett volna arra fele. Chris caught a real ghost on camera. And still, 2 years on, people claim this to be some of the best video evidence of a ghost ever captured. But what do you think? Did Chris capture a ghost on camera while all alone down in the dark underground tunnels of the abandoned Monster Sanatorium? Let me know in the comments. Screams Bennett. This next entry was uploaded to TikTok by a user named Breedive. Brianna's channel is all about TikTok her love freediving in the ocean and has absolutely nothing to do with anything paranormal. However, one day when diving something which sent shivers up her spine. Ismerős. Igen, tehát van itt ez a TikTok főhasználó, csaj, aki éppen mondjad már, lent volt a víz alatt, tehát ezt elmesélem, hogy lent volt a víz alatt, amikor a GoPro-ja valami egészen érdekes dolgot vett föl, ugyanis olyan, mintha valaki így üvöltene szó szerint, de mikor visszahallgatta a felvételt, egyszerűen nem tudott megszólalni. Na nézzük csak! Hallgassuk csak! Hallod? Tehát itt átúszik a roncsalat, és közben halljuk a GoPro-ja mögött, hogy valaki olyan, mintha fuldokolna. És ezt tisztán lehet hallani. While exploring what hallod? Seems to be igen. Brianna's camera picks up some absolutely chilling audio. The sounds of someone olyan, mintha üvöltene valaki. Hallod? Ez nagyon komoly. És itt, amikor kijön, már semmit nem lehet hallani. But then she decides to swim back down to investigate the source of the screams. És újra halljuk. Most visszamegy. És most semmi. Na most ez hogy létezik? Átment alatta megint. De semmit nem hall. Completely stopped. Uploading the video to TikTok in search of answers. Brianna's followers were skeptical. Ez fönt van nála a TikTokon. Adding in the screaming sounds herself. So Brianna responded. És ott mutatja. És itt most azt mondja, hogy mutatja a GoPro-t, és mikor, és itt mondja, hogy visszanéztem a felvételt, és egyszerűen nem tudom megmondani, hogy mi ez. Tehát lejátsza. Hallod? És ezt ember ezt fölvette, baszki. És nem érti a csaj, érted, hogy mi az. Nem érti, hogy ez hogy lehet. Or is there another explanation? Use the comments to share your thoughts. Ez nagyon érdekes. A szellemi illúzió. There's very little information about this next clip. A szellemi illúzió. It was recorded by a person on an evening walk when they noticed something wasn't quite right. They pulled out their phone and recorded this bizarre phenomenon. Aha, tehát valaki fölvette a telefonján egy olyat, hogy egy olyan területet, amin egy padot lehet. Aha, tehát hogy látunk egy padot, de az árnyék az nem azt mutatja, hanem olyan, mintha valaki ülne a padon.
viewers of this video are divided, with some suggesting it's the shadow of a ghost, while others suggest it's a trick of the light. But ultimately, what do you think is going on here? Comment below with what you're thinking. Semmi. This next creepy clip was posted to Reddit by user GetTheBass or Bass. While his wife and children were away for the night, the uploader proudly records a video of his fancy Instagram account. When asking people for their opinions on names for his pets, he notices something spine chilling in the corner of his eye. Nem tudjuk, hogy ki az. Fish, tank as well. Igen. Most itt látunk egy halat. Ez a akváriumot. Akváriumot, igen. Goldie number two. És... Black one, and if you guys have any suggestions for names, then... És olyan, mint hogyha érdekes lenne az akvárium. Most várjál csak. Hallott valamit. Hallott valamit. És megnéz az emeletet. Did you spot it? In the upper right hand corner of the tank, a hand can be seen. But then, when he notices it, he quickly slips away out of sight. Mi az Isten volt ott valaki? Finds no one. Redditors were left creeped out by this clip, sparking numerous debates in the comments section. One person said, okay, it's very quick, but there's a shadow that quickly goes past. I think your front door is very quick and doesn't look like your shadow. Your house is haunted. The OP then replied with, someone else pointed this out too. It's like something was trying to run away from me. My wife and kids were away at the in-laws, but I would have heard footsteps running up the creaky staircase and out through one of the doors. So what do you think is going on here? Is the upload as house haunted as Redditors believe? Valaki ott volt a below. Igen. Skywalker. Ali McDaniel uploaded this creepy video to TikTok, which he recorded on his way back from a fishing trip at Falls Lake, North Carolina. On the long journey home, Ali decides to pull over to visit the public restroom. Tehát Dél-Karolinában történt. Thinking that maybe it might be an animal in distress, he pulls out his phone and starts recording. Yo, what the? És... Ez mi a fasz? Mi a fasz? Györfi Márton. Györfi Márton Jauri. Olyan, mint hogyha valaki ordítana, ordított volna a pudin. Itt. Mi a fasz? Jó! Yeah, chilling sounds of a woman screaming for help can be heard echoing out of the public restroom. Ali rushes in to check, would have to look. Ezt hallottátok? Olyan, olyan volt, mint hogyha valaki ordított volna teritorokból egy ilyet. Teritorokból. After uploading this video to TikTok, viewers believe that this could be something supernatural. Dél-Karolinai go as far as suggesting that perhaps a skinwalker was trying to lure people inside the body. Olyan, mintha egy női hang. Női hang. What do you think? De hallgasd! Ez durva. Don't look. The final clip for today comes from one of my favorite Japanese ghost channels, A Lot of Music. In the video you're about to see, a couple of friends decide to explore an old abandoned building for fun. However, igen, their fun Japan would soon turn into a nightmare they would never forget. Várja. Van itt egy srác, két csajja. Igen. Az mi a fasz volt? Hogy
hogy mi a fasz? Mi a fasz? Ezt nézzük meg még egyszer? Ezt nézzük meg még egyszer? Ezt nézzük meg? Na most, jó van gyerekek, ez kicsit fura. Na, ezt nézzük meg még egyszer? Az mi a tököm? Ez? Hogy a faszba kerül ide? Jó. Bocsi gyerekek, de ez kicsit fura. Ez kicsit fura. Ez hogy a faszba kerül ide? Tehát ember, ez... Érdekes. Ez érdekes, mert látom, hogy a két csaj... Tehát látom, hogy van egy srác, van két csaj a videóban. Erre bazd meg, úgy megy el a csaj, érted, hogy itt a kamerás gyerek itten a tükröt, tehát mikor a tükröt nézzük, egyszer csak megjelenik egy csaj szellem. What are you doing? Nem semmi. Várjál csak. Aha. Mi van? Valami baj van? Az előbb... Aha. Nem volt semmi. Nem volt semmi, de az... Ez komoly. Figyeld, álljunk meg egy kicsit. Hé, eljön már. Az előbb nem láttál valami pontot? Nem. Akkor mondja, hogy jó van, akkor bocs. Did you see it? As the couple are exploring the old building, the camera catches a pale female figure in a mirror's reflection, standing eerily right next to them. The couple don't see her. Tudtam bazd meg, hogy az utolsó videóba így. Ó, bazd meg! Miért kell az utolsó videóba így rám hozni a frászt? Oda néz! Na várjál, nézzük meg! Ott a csaj olyan, mintha átölelné azt a lányt. Azt a kurva gyerekek! És mikor itt a srác, igen, érzi, hogy mögötte van. Na ez komoly gyerekek! Na ez nagyon komoly! Jézus, atya, úristen ember, na ezt... Megint a kapkodás. Úristen gyerekek, az utolsó ilyen videót így megcsinálni. Na, ez most nagyon komoly. Ez nagyon komoly volt, így a vége. Jó, hát az első... Hat az így semmi, az így semmi nem volt, volt benne érdekesség, na de hogy az utolsó, pont az utolsóban történik ilyen. Hát, gyerekek, ilyen nincs, gyerekek. Na jó, ez egy... Nagyon érdekes dolog. Na jó van, ez az utolsó, ez nagyon-nagyon kiugrasztott engemet. Na jó van. Jó. Hát ennyi volt ez a kis ijeszgetős, szellemes videó. Remélem élveztétek. Nagyon-nagyon. Hát én most totálisan befostam. Befostam így az utolsó videóban. Hát de... Ja. Úgyhogy erre nem tudok mit mondani. Azt a mindenit, a viszont gyermekeim, ez a videó ennyi lett volna. Óval. És hát köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Majd ne menjetek majd
messzire, ugyanis majd lesz egy Beam Energy Cress, amiben újabbnál újabb érdekes érdekes dolgot fogtok látni. Úgyhogy, ja. Na hát akkor köszönöm szépen a figyelmet, ha tetszett, dobjatok egy lájkot, ha nem jutok életvezetileg, tegyétek meg. Mit csinál? Úgyhogy leírásban megtaláltok egy csomó linket, és a természetesen ennek a videónak a linkjét is megtaláljátok. Na hát, akkor köszönöm szépen a figyelmet, következő videóban találkozunk. Vigyázzatok magatokra, szép hétvégét, jó pihenést nektek! Sziasztok! Sziasztok! Hellóka, hellóka, hellóka! Sziasztok! Ciao! Puszi! Ciao! Sziasztok! Audio Jungle.